Oroszország 4 évig nem vehet részt olimpiákon és világbajnokságokon. Így döntött a Nemzetközi Dopingellenes Ügynökség Lozánban. A szigorú büntetést azért szabta ki a szervezet végrehajtó bizottsága, mert Oroszországban manipulálták a sportolók laboratóriumi eredményeit. A WADA megállapította, hogy hamis adatokat tettek közzé, bizonyos iratokat pedig eltüntettek, hogy ne derüljön ki a tiltott szerek használata. Az orosz sportolók saját hazájuk színeiben nem vehetnek részt jövőre a tokiói olimpián, csak a NOB zászlaja alatt, és csak is akkor, ha bizonyítható, hogy nem érintette őket a doppingbotrány. Az orosz futballválogatott nem játszhat a 2022-es világbajnokságon.